Hogy telt az elmúlt két hét? Az első héten próbáltuk inkább az erőt fejleszteni és az állóképességet, hiszen nem volt mérkőzés a hétvégén. Volt csütörtökön egy edzőmeccsünk, azt is igazából erre próbáltuk felhasználni. A második héten készültünk már a Kisvárdára, kielemeztük a Debrecen meccset, illetve a Mattersburg ellenit, és ennek egy éve telt el az egész hét. Diózsi, Debrecen és Kisvárda, hogy tényleg ilyen hosszabb buszot megnálatok? Mi jöttetek az időt ezen a 7-8 órás? Hát igazából többféleképpen, vannak akik kártyáznak, zenét hallgatnak, vannak akik inkább filmet néznek, pihennek. Én személy szerint pihenni szoktam, illetve néha filmet nézek. A pihenéssel szerintem gyorsabban telik el az utazás. Mennyire fáraszt egy ilyen út egyébként? Nagyon fáraszt, az izmokat nagyon megviseli, úgyhogy próbálunk ilyen regeneráló hát ruhákat, zoknikat felvenni, ami esetleg segít abban, hogy ne viseljen meg annyira minket az utazás. Mire számít a szombaton Kisvárdán? Hát nehéz mérkőzésre számítok, mind a két csapat nagyon sok gólt kap. Úgy érzem, hogy aki az egyéni hibákat, amiből a gólokat kapjuk, minél jobban ki tudja küszöbölni, annak van nagyobb esélye a mérkőzésre. Én azt várom, hogy megmutatjuk azt, hogy nem véletlenül maradtunk benne az előző bajnokságban, és pontokat fogunk szerezni. Mennyire sötét ló a Kisvárd, ugyan csapat, sok légiósra, mennyire ismeritek egyáltalán őket? Hát nyilván elemezte az edzői stáb őket, így ismerjük őket, vannak ott játékosok, akik ugye itt is játszottak. Igazából inkább egy nemzetközi csapatnak mondanám, mint magyarnak, hiszen tudjuk, hogy nagyon kevés magyar van. Brazilokkal, szerbekkel, ukránokkal tele, ismerjük őket, megpróbáljuk őket megverni. Oké, köszönöm.